9-et. Music. FM. Összehozunk egyet. Tomi, akkor a kezemben van ez a, nem másfél kiló, egy kiló ez a pisztoly kb. Az egy dolog. Egy ilyen egy kilós pisztoly, és most azt játsszuk el, hogy Georg Spötle biztonsági tanácsadó kvázi pénzt vesz ki egy automatából, én odalépek hozzá, és hát azt mondom neki, hogy adja oda a pénzt. És Tomi, egyetlen nagyon fontos dolog van. Bármiféle ellenállást én tapasztalni fogok, én lelövöm. Tehát, hogy Georg, mi van, ha rögtön lelövöd? Búcsúzott mindenkitől, aki szeretett, és akit szerettem. Ennyi. Vagy te, attól függ, ki lesz a jobb. Győzzen a jobbik. Jó. Nem politikai. Na, akkor kérlek szépen, akkor foglald el mondjuk helyedet ott, játsszuk, hogy ott van a bankautomata, és én hátulról megyek oda hozzá, te rakod el a bankkártyádat. Na, Tomi, akkor az van, hogy Georg éppen a zsebébe kotorászik, kivette a pénzt, most rakja el a bankkártyáját, és én elindulok feléje. Oké. Okay. Nagyon durván szíves. Adj ide a pénzedet! Oké, okay, jó, adom, semmi balhé már is. Most add ide a pisztolyt! Nála van a pisztoly, Tomi! Igen, röviden azt lehetek látni, én nagyon gyors mozdulattal hátraúztam a fegyverszánnyát. Még egyszer? Egy nagyon gyors mozdulattal hátraúztam a fegyverszánnyát, egy akadály képződött, mivel a tárból egy lövedék beszorult ide a töltényűrbe, a fegyver, mint látni, használhatatlan lett. És hogy vetted ki a kezemből? Hát esélyem se volt itt. Ez a lényege, ez egy jó testőr lényege, hogyha megtámadnak, fegyverrel is jó kiképzést kaptál. Nem tudtam elsütni a fegyvert. Még megismerkedünk Bartos Attilával, aki ugye már több mint 10 éve űzi ezt a szakmát, és hát egy Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb testőre. Te miért lettél testőr, meg hogyan? Hosszú évekig biztonsági őr voltam, objektumvezető, váltásvezető, elkezdtem rendezvényekre járni. Na, hát erről beszéltem, Tomi, én is ezért akartam testőr lenni, hogy ingyen belépőt kapjak mindenhova. Figyelj ide, ez a legjobb dolog. Ingyen belépő, pontosan tőlem is kérték sokan, de sajnos ez nem így működik. Na mindegy, én felvettem egy ilyen őrmesteres napszemüveget, mert azért kell védőfelszerelés, nem tudtam, hogy ez mekkorát üt. Fuha! Kezdek beparni. Na jó, akkor most figyelj, Tomi, most az van, Szilárd vagyok, oké, összeszedem magam, csedd össze, meg kell védeni Attilát, meg kell. Na hát Attila nem egy Whitney Houston, de most éppen politikusként beszél a tömeghez. Szóval a szokásos bla 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 barátaim, bla 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 választópolgárok, és azt látom, Tomi, na most kezdek izulni a rohadt életbe. Szóval azt látom, hogy ott egy nem szimpatikus ember a tömegbe. Nézd már, az ott Georg! Hát már többször megpróbálta megtámadni Attilát, úgyhogy én most Attila elé ugrok. Ja, vigyázz, Attila! Te, Georg! Ezek szerint... Mennyi? Várjál, nem tudok menni, gyerekek, hát zacsin lőttél, hogy ez hova lőttél? De automatikusan odalődök, ezt elfelejtettem mondani a műsor elején. Nem, mert kicsi volt a gáznyomás a fegyverben, azért ment az persze, ez... kicsi volt! Korszájra céloztam, de hát... Hogy lesz így sebinek tesója? De hülyék vagytok, gyerekek! Ez kemény, hallod? Add ide a fegyvert! Nem, nem adom, mert... ez az enyém, visszalősz! De ne, hát én testőr vagyok, hát add ide! Most már zacsi, nem adom oda. Fúj, sic! Tomi, küld a napalmot! Jó, elkaptam, okay. A... rohadékot!